öntözésfejlesztési beruházás, segítség a regisztrációban, pályázati felhívás, pancsertolvaj. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 17-én 18 óra 5 perckor. Jelentős öntözésfejlesztés zajlik a Karcag-Madarasi határban. A beruházást Fülöp Gábor, az Agrosprint Kft. Tulajdonosa mutatta be a helyszínen a város és a megye vezetőjének és az országgyűlési képviselőknek. Fülöp Gáborral beszélgetünk itt kint a határban, négyes út mellett a Karcag tilalmas öntözésfejlesztésről. Mit kell erről tudni? Hát az Agrosprint ZRT-nek a leányvállalata, a Sprint Farm Kft., aki a kivitelezést végzi. Tulajdonképpen ennek a cégnek a feladata a ZRT részére hosszú távon szántóföldi zöldség kultúrának, a alapanyagnak a biztosítása. 2016-ban adtuk be a pályázatot egy 200 hektáros területnek az öntözésére vonatkozóan, és hát 2020 augusztusában sikerült el is kezdenünk ezt a beruházást. Azért, aki itt végignéz, már látja, hogy nagyon jól haladnak vele, de azért még biztos vannak hátra munkálatok. Mekkora ez a terület, mit kell tudni, néhány műszaki adatot mondjunk? Hát 8 báros nyomással megy a víz, 180 liter per perces víz biztosítását kaptuk. Hát teljesen automata rendszer lesz, 4 darab linár, 5 darab linár, mert van egy második ütem, tehát két ütemben lesz végrehajtva, az egy újabb pályázat keretében, azzal az ütemben még egy plusz 57 hektáros területet fogunk tudni öntözni, és az lesz az ötödik linárunk, és van egy 40 hektár mikroszórófejes csepegtető öntözési lehetőségünk, ahol igazából brokkoli, karfiol, paradicsom, paprika termesztésére biztosítunk lehetőséget. Hát itt lesz egy nyomásközpont kialakítva, és innen 10,2 km hosszan egy 450 mm-es csővezetékkel visszük el a 8 bárral a nyomást, és hidránsokra csatlakoznak a öntözőberendezések, és onnan történik az öntözés. Akkor ez önöknek is egy biztonságot jelent, hiszen azért itt ezt a területet öntözni kell, így nem fognak függni senkitől, hanem önállóan ezt meg tudják oldani. Így van, tehát mindenféleképpen, tehát azokat az időjárási kitettségeket, amit az asszály eredményez, a szántóföldi zöldségtermesztés az kizárja, tehát nem képzelhető el szántóföldi zöldségtermesztés öntözés nélkül, és ezért kénytelenek voltunk ezt a nagy beruházást végrehajtani, hogy egy biztonságos termelést meg tudjunk oldani. Dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, mindig fontosnak tartotta a miniszterként is, hogy az öntözés fejlesztésre odafigyeljenek, és ehhez sok támogatást megkaptak a gazdák. Itt is egy hasonló készül most. Mit szól ehhez? Karcagon nem csak beszélünk arról, hogy az öntözést fejleszteni kell, hanem ténylegesen egy ilyen beruházás zajlik most. Az Agrosprint cégcsoport mintegy 200 hektár öntözött zöldségtermelő területet létesít. Ez a beruházás, ez 700 millió forintnál is többe kerül, és lehetővé teszi azt, hogy a karcagi határban, szántóföldi művelésben borsót, zöld borsót, babot, brokkolit, más fagyasztásra kerülő minőségi zöldségeket lehessen termelni, zöldségféléket lehessen a piacra vinni. Ezzel egy intenzív kultúra jön létre, egy munkaerőigényes kultúra, 40-50 új munkahelyet, megélhetés is jelent ez a beruházás, és én bízom benne, hogy hamarosan majd az átadón is láthatjuk azt a öntözött területet, ahol egy mintagazdasági szintű földművelés, termelés fog megvalósulni. Mit tapasztal egyébként, a mások is próbálnak saját öntözőrendszert képíteni, hiszen ehhez megvannak most a pályázati lehetőségek?
a magyar kormány vidékpolitikájába kiemelt szerepet tölt be az öntözés, ennek megfelelően rendelkezésre állnak a források is. Egyszerűsödtek a jogszabályi feltételek is, ez a beruházás azért egy 8-10 éves előkészítő munkának az eredménye. Én bízom abban, hogy a példa követőkre fog majd találni, és egyre többen vágnak bele ilyen és hasonló beruházásokba. Huba Imrét, a megyei közgyűlés elnökét, arról kérdezem, hogy mennyire jellemző, hogy egy vállalatcsoport saját magának öntözésfejlesztést valósít meg? Amióta a vidékfejlesztési program öntözésfejlesztési fejezetei, valamint Magyarország öntözésfejlesztési stratégiája ezeket a projekteket támogatja, azóta úgy látjuk, hogy felgyorsultak ezek a projektek. Bár Jász-Nagykun Szolnok megyében ilyen volumenű fejlesztés az elmúlt 10-15 évben nem történt. Hagyományosan tudnunk kell, hogy a megye kitett mind az árvíz, mind a belvíz, mind pedig az asszály által okozott károknak, és a klímaváltozás hatásaira ezeknek a károknak a bekövetkezése egyre nagyobb valószínűséggel meg fog történni. Tehát azok a gazdálkodók, akik tudják magukat függetleníteni az elemi károk okozta fenyegetettségtől, azok mindenféleképpen versenyképesebb termési struktúrára tudnak átállni, mint azok, akik nem. Ahol most állunk, itt Karcag határában, a Madarasi út mellett, a 4. út és a Madarasi út találkozásánál, itt egy olyan öntözőrendszer fejlesztése van folyamatban, amely egy eddig elhanyagolt határrészen a tilalmasi öntözőrendszer megújításával és fejlesztésével új lehetőségeket nyit Karcag előtt, és a karcagi termőterületek hasznosításában, hiszen a szántóföldi zöldségtermesztésnek a kultúrája az nem nyúlik vissza nagy hagyományokra itt Karcagon. Sokkal inkább jellemző volt, hogyha egy öntözött területre tudott szertenni a város, akkor ott vagy kukoricát, vagy cukorrépát, vagy valamilyen tömegtakarmányt termeltek, esetleg mostanában szóját. És az, hogy az Agrosprint cégcsoport egy új termelési kultúrát, a szántóföldi zöldségtermesztést is meghonosította, és most már látjuk, hogy van csemege kukorica is a határban, látjuk, hogy van zöldbab, lehet, hogy jönnek majd a gyökérzöldségek is, és a zuborka, és egyéb olyan munkaigényes és öntözővíz igényes kultúrák, amik sokkal több lehetőséget jelentenek. A feldolgozottsági szintjükkel a hozzáadott érték itt marad a városban. A megyében működő vállalkozások között is unikális, hogy valaki a szántóföldtől az asztalig végig tudja vinni a terméke útját, és nagyon szeretnénk, ha további ilyen projektek indulnának el. Ezért fordultunk a térség országgyűlési képviselőivel együtt egy olyan levélben dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, amelyben kértük, hogy a kötivízig rendelkezésére álló forrásokat bővítsék mintegy 58 projektnyi forrással, ez 72 milliárd forintot jelentene a megye számára, és nagyjából 35 ezer hektárral nőhetne az öntözött területek nagysága, és itt a tilalmasi, karcatilalmasi öntözőfürd fejlesztése további 6 ezer hektár öntözését tenni lehetővé, ha Tisza vizéből, friss Tisza vízzel öntöztetnének a gazdálkodók, és ez a határrész eddig soha nem látott méretű fejlődésnek indulhatna. Ez a munkahelyek megóvása, megvédése, új munkahelyek teremtése, a gazdasági versenyképességünk, az agrárium versenyképessége, a feldolgozottság, a helyi élelmiszerek nagyon magas és különleges minősége szempontjából a fogyasztók számára is egy kiemelt közérdek, a gazdaság számára is kiemelt közérdek, és az ország önellátási képességének javítása szempontjából is egy kiemelt közérdek. Éppen ezért támogatjuk minden erőnkkel az ilyen kezdeményezéseket, és nagyon szeretnénk, hogyha minél több ilyen projekt elindulhatna, és hozzájárulhatna a Tiszavíz visszatartásához, a gazdaság fejlesztéséhez, a munkahelyek megvédéséhez, és a karcagiak és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátottságához. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgettünk itt kint a helyszínen. Egy újabb jelentős állomás ez a város életének a szempontjából is, úgy gondolom. Így van, bár kint állunk a határban, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a városra is jelentős hatással van ez a beruházás, amelyet a Sprint Farm Kft. Végez, hiszen munkahelyet teremt a településünkön, tehát további 20-25-30 embernek jelent majd elsősorban idény munkákat, hiszen olyan növénytermesztést tudnak folytatni az elkészült öntöző berendezéssel, amely mindenképpen a kézi erőre épül, tehát mindenképpen szükséges munkaerő a
földeken való munkálkodáshoz, a termények betakarításához, és természetesen a további lehetőségekhez is, hiszen más beruházás is folyik a városban az ő égiszük alatt, amely aztán a feldolgozásra épül, tehát a további munkahelyek teremtése várható. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lépés, és nagyon fontos a városnak, hogy tovább fejlődjünk. Az előbb már hallottuk, hogy egy régi csatorna szakasz is megújul, ezzel a tilalmas szakasz újul meg ezzel, tehát azt gondolom, hogy ez is egy fontos, hogy egy régit megújítunk és továbbfejlesztünk. Természetesen, hiszen óriási határa van a Karcagnak, és minden olyan fejlesztés, amely bent a városban, vagy kint a határban zajlik, fontos a településnek, fontos azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik ezt véghez viszik. És hát azt gondolom, ahogy az előbb is mondtam, a város összes lakójának óriási jelentőségű, hiszen mind hozzájárul ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlődni, újabb munkahelyek létesüljenek, tudjuk fogyasztani azokat a termékeket, amelyek helyben, saját erőből készülnek el, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a beruházásnak. F. Kovács Sándor képviselőt kérdezem arról, hogy mennyire tartja jelentősnek a térség szempontjából ezt a beruházást? Mindenképpen ez a beruházás mutatja azt, hogy a mezőgazdaságban hozzáadott érték mindenképpen növelni kell, hiszen jó mezőgazdasági adottságú ez a térség, de hogyha nem tudunk tovább lépni, nem tudunk nagyobb hozzáadott értéket tenni akár a feldolgozáshoz, akár a termeléshez, akkor mindenképpen lemaradunk a jövedelmezőségbe és a munkahelyekbe is. Én azt gondolom, hogy ez jó példát mutat ez a beruházás. És hát az is egy fontos dolog lesz, hogy helyi termékeket fogunk majd itt megvásárolni, és esetleg nem több száz kilométer utaznak ide ezek a termékek. Így van, itt dolgozzák, itt termelik meg ezeket a termékeket, itt fogják feldolgozni, és én azt gondolom, hogy nem csak, hogy itt vásárolják meg, hanem a világ minden részéről, Karcagról fognak ezek a termékek, az itt megtermelt és feldolgozott termékek eljutni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha egy Karcagról indult vállalkozás, egy mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás a világ több részén meg tudja mutatni a nagykunsági adottságokat, a nagykunsági élelmiszerek hozzáadott értékének a lényegét. A karcagi polgármesteri hivatal segítséget nyújt azoknak a lakosoknak, akik szeretnének regisztrálni a COVID-19 elleni védőoltásra, azonban azt valamilyen okból nem tudják megtenni. A regisztrálásban az 59-es körzet 500-635-ös telefonszámon tudnak segítséget kérni, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 órától 12 óráig. Kérjük, hogy telefonálás előtt készítsék elő tajkártyájukat, lakcímkártyájukat és személyigazolványukat, tájékoztatta televíziónkat Szepesi Tibor polgármester. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező felső oktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanulók 2021 első félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó felső oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmányokat folytat, tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot, az egyfőre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a karcagi polgármesteri hivatalból. A pályázatot a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, Karcag Kossuth tér 1, földszint 52-es iroda. A beadás határideje 2021. március 31-e. Az elbírálás határideje 2021. április 30-a, tájékoztatta televíziónkat a karcagi polgármesteri hivatal. A Jászjákó halmai férfi nem tagadott, beismerte, hogy lopási szándékkal vitt el Jásztelekről egy autót, amit a későbbiekben szét akart szerelni. Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert ismeretlen személy a Jászteleki ingatlana előtt álló személygépkocsiját 0 óra 15 perc környékén eltulajdonította.
A bejelentő elmondta, hogy járművének gyújtás kapcsolójában az indító kulcsot korábban benne hagyta. Később állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre, mert Jászapáti belterületén egy személygépkocsi vezetője balesetet szenvedett, majd a járművet hátrahagyva eltávozott onnan. Úgy történt az eset, hogy jöttem itt autóval, gyorsabban egy kicsit, ahogy nem kellett volna, behúztam a kéziféket, fékeztem, mert nem láttam előre, hogy nem bírok megállni, nem fogok tudni úgy megállni, hogy ne menjek bele az oszlopba vagy az árokba, vagyis itt a kerítésbe, itt a hátam mögött. Ennyi volt az egész. Felborultam, aztán rá egy 10 percre azt arra ébredtem, hogy ott van a barátnőm mellettem, és kivesz a kocsiból. Ennyi. A helyszínre érkező egyenruhások gyorsan megállapították, hogy az eltulajdonított gépjármű azonos az anyagi káros balesetet szenvedett autóval. Elkötöttem, hát mit mondjak, barátomnak az autója volt amúgy ez, csak hát, na most persze elkötöttem, de ne is haragudjon meg, kimondom ezt még egyszer, hogy ne haragudjon már senki, meg akivel rosszat tettem, meg eddig is rosszat csináltam, ne haragudjon, ezt tudom üzenni neki. Meg mindenkinek elnézést. Adatgyűjtés követően csakhamar ismerté vált a feltételezett elkövető személyazonossága is. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható Jász Jákóhalmai lakost lakcímén elfogták, és előállították a Jászberényi rendőrkapitányságra. A rendőrök a 25 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki elmondta, hogy a járművet lopási szándékkal vitte el Jásztelekről, azt a későbbiekben szét akarta szerelni. A Jászberényi rendőrkapitányság lopás büntet elkövetése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!